Több mint egy éves munkafolyam a gyümölcsét láthatja december 15-én 20 órától a nyíregyházi közönség. Az Aranymetszés című előadást a Móri Zsigmond Színház kiváló színésze Rák Zoltán alkotta meg a művész stúdió színpadán. Mindenki emlékezetében ott él egy-egy aranyidézet, azonban a rendező számára más miatt is fontos a darab. Nagy Szalontán születtem, akárcsak Arany János, és valahogy a neveltetésben ez úgy részemmé vált mindennapjainká, tényleg óvodában, kisiskolában, tehát Arany János és a költészet az hangolta az egész gyermekkoromat, és akkor talán így. Azt éreztem most, hogy 200 éve született Arany János, hogy ez egy misszió a részemről, igenis adóznom kell felé. Az előadás során hallható néhány vers teljes egészében, több mint 50 részlet és számos Petőfi levelezés dialógus formában. Az utóbbit Gulácsi Tamás és a rendező Rák Zoltán, mint Arany János adják elő. Pregicer Fruzsina és Dési Darinka is idéz a nagyszalontai költőtől a darabban. A szöveg kialakításában a színház irodalmi munkatársa Karádi Zsolt segített. A darabot úgy alkották meg, hogy ne csak az idősebb arany rajongók élvezzék. Fiataloknak kifejezetten szerettünk volna kedvezni ezzel. Pontosan azért, mert minden fiatalban az a tudat él, hogy Arany János, egy bácsika szöveggyűjteményben ott van, időskép mindig, és akkor unjuk, utáljuk, toldit kell tanulni, balladákat kell tanulni, érettségizni kell, és pont ezért gondoltuk azt, hogy egy picit a humorosabb részei felől is megközelítjük, meg olyan versei és olyan munkái felől, amit nem igazán ismerhetnek, például az a Petőfi levelezések, ami szintén nagyon izgalmas. Sok verset meg is zenésítettek. Az így született dalok között van funky és rock is, ezzel még közelebbivé téve a fiatalok számára az előadást. Az Aranymetszés december 15-én, pénteken 20 órától láthatja a közönség a művész stúdióban.